mint indul a baktárház, abban voltak azok a jó nagy gombócok, mink is akkor átszoktunk két öklömnyit ebből a nagy szilvából. Ennek a fegyverneki őstermelőnek az ültetvényén már írik az empresszó fajtájú szilva. Ez elsősorban közvetlen fogyasztásra ajánlott, egy-egy szem lúd tojás nagyságúra is megnő, viszont sokáig nem tárolható, egy héten belül el kell fogyasztani. A korai érésű fajták már meg is jelentek a piacon. Nagy érdeklődés van a szilva iránt. Nekem a héten egyszer volt, hát olyan 3,98-tól van a szilva ára. Hát már nagyon keresik, szerintem egy kis, pici idővel hamarabb lesz, mint a többi gyümölcs, ugye. Hát szilvás gombócnak nagyon keresik, lekvárnok, de lekvárnok az később lesz egy picivel, szerintem olyan augusztus vége fele, szeptember eleje a besztercei szilva, ami kimondottan lekvárnok való. Mint idén minden, a szilva is a megszokotthoz képest 2-3 héttel előbb érik. A szilvából elsősorban pálinkát készítünk, másodszorban lekvárt, de cukor nélkül, ecetes szilvát, több most nem jut eszembe. A népszerűségét annak is köszönheti a szilva, hogy számtalan formában fogyasztható. Nyersen, a szalva, savanyúságként, lekvárként és természetesen pálinkaként. Hát most én így nem tudom megállapítani, hogy melyik a magyar, meg melyik a külföldi, mert van amelyik érettebb, van amelyik nem annyira érett, úgyhogy nem tudom meg, ki van írva, hogy magyar szilva, de hát most az magyar vagy nem magyar, ki tudja azt. A szilva kalória szegény, ráadásul nem tartalmaz telített zsírokat, viszont magas a C-vitamin tartalma, emellett számtalan az egészségre jótékony hatást gyakorló nyomelem van benne. Szilva alapból így nyersen rettentő értékes ásványokat tartalmaz, de az emberek ezt nem biztos, hogy tudják. A kimagozott szilva 3-4 nap alatt az erkélyen, ablakpárkányon megaszalódik, így akár télen is élvezhetjük az ízét. Most is itt van, vettem egy kilót, mert nagyon szeretjük egyébként, de mondom, főleg aszalni, még ilyen jó idő van, addig rakom ki. A szilvának számtalan fajtája ismert. Magyarországon 15-16 féle terem. Ennek a sok színűségnek köszönhető, hogy július végétől egészen október közepéig tart a szezonja.